tüntetés egy vers elhangzása után Iványi Gábor metodista lelkész, majd pedig Kónya Péter a Szolidaritás mozgalom társelnökének szónoklatával folytatódott. Változtathatatlanul éled újjá a természet. Ezen mit sem változtathat a kiváltságosak zárt körű emberi akarnoksága, vagy bármiféle ravaszkodó kétharmadiság. A természet rendje, a napjárása örök időktől fogva kiszámítható, és áldásuk mindannyiunkra egyformán árad. Ahogy a Biblia mondja, az isteni tökéletesség ebben a tekintetben emberi oldalról is elérhető, sőt elérendő. A hatalmon lévőktől egyenesen elvár, hogy mint az általuk oly méltatlanul hivatkozott isteni hatalom, legyenek igazságosak és méltányosak válogatás nélkül egyenlőképpen mindenki iránt. Nem isteni az a hatalom, mely kiváltságokra és megvetettekre bontja az emberi társadalmat. Pedig tudhatná, tisztességes polgár semmiféle előnyért nem igazodik igazságtalan hatalomhoz, és tisztességes polgár nem tűri örökké, hogy az ő kárára és engedélye nélkül növeljék jólétüket a gátlástalanok. Tavaly Gyöngyöspatára a félkatonai szervezeteit felvonultató szélsőjobb kormány által cinkosan eltűrt randalírozása idején éppen március 15-én néhányan elmentünk együtt ünnepelni ottani honfitársainkkal. Így sikerült szoros megfigyelés alatt a helybeli Kossuth szoborhoz mennünk, ahol az anyák és apák sírva kiáltották bele a vak és süket világba, mi is magyarok vagyunk, mi is ennek a hazának a gyermekei vagyunk. Azóta nagyobb dicsőségünkre szélső jobbról választott polgármester leckészteti kénye kedve szerint a helyi szegényeket, bírságolja a nincsteleneket, szelektálja az iskolában gyermekeiket, hajtja robotra a földön futókat, készteti menekülésre, hazátlanságra a szerencsétlen cigányokat. A sajókataiaknak a tavaszra vagy a további enyhébb időszakra már csak azokat a rendőri zaklatásokat kell megúszniuk, melynek során arról kell számot adniuk, miért választották az őket hűségesen segítő, tanító, szolgáló Jaibin buddhista közösség vallását inkább, mint az őket magukra hagyó, sorsuk iránt érzéketlen, bár a hatalom kegyeltjeinek számító népegyházét. A hatalom közben kifogyhatatlan a szegények megsegítése iránti ötletekben. Van felelős vezető, aki gombaszedésre, más kecsketartásra, megint más a végtelen bölcsességével a virágcserépben vagy erkélyládában való konyhakertészkedésre, továbbá cselédkedésre buzdítaná a fantázia tekintetében is szegénynek vélteket, vagy meggyőzően bizonygatja, hogy 41 néhány ezer forintból, sőt annak a feléből is kényelmesen meg lehet élni. Bevalljuk, mi valóban egyszerűbben gondolkodunk. Mi egy ötlettel állunk elő az új tavasz kezdetén. Távozzanak a hatalomból azok, akik a gyengébbek kárára akarják az erősebbek helyzetét javítani. Akik el akarnak hallgattatni bennünket, akik ki akarnak rekeszteni a szabad választásokból, akik meg akarják mondani, hogy milyen Istent imádjunk és hogyan, akiknek nincs szükségük ránk, és azt hiszik, hogy a haza és a jövő is nélkülözni akar bennünket, akik kiírtják fészekringató történelmünkhöz ört álló fáinkat, hogy visszakényszerítsenek bennünket rég letűnt szégyenteljes múltunkba, oda, ahol ma már a madár se jár, akik nem akarják, hogy ünnepeljünk, noha velünk, szabad és barátságos magyarokkal bárki szívesen keringőzne, lobogtatna zászlót, míg ők távoli, homályos asztaloknál magányosan petrezselymet árul.